kisebb-nagyobb csoportokba verődve látni Szabadkán a belvárosi sétányon a bevándorlókat. A boltban vásárolt élelmiszert azonnal meg is eszik az üzlet előtt. Vagy éppen ruháikat mossák a Majsai út menti kútnál. Megszokott képek ezek a közelmúltból, és ismét a mindennapok látványa ez Szabadkán. A szabadkai vasútállomáshoz közeli park kedvelt gyülekezőhely a migránsoknak. Most éppen egy afgán csoport ücsörgött a padon, valaki a reggeliét majszolta. Legtöbbjük visszautasítja, hogy nyilatkozzon, ha meglátják a kamerát. Azt mondják, hogy csak minimális angol tudásuk van. Egyesek azonban egész jól ismerik a nyelvet és szívesen beszélnek. Semmiképp sem akarnak Szerbiában maradni. My will be start today in game, Hungria. Onnan pedig tovább Ausztriába. Állítólag már harmadszor próbálkozik majd. A kérdésre, hogy hogyan jut át a határon, már ő sem értette az angolul feltett kérdést. How are you planning to cross the border? There is a fence. I don't understand. Az emberek egy része tart a migránsoktól, mások már szinte megszokták őket. Nem, nincs a protiv nyíh, jár, jön, idő szóval zabalim zsivotom, ali hiszem, da nem van ni mi ovde neki život, tako da ne žele ni oni ovde da se zadrže, predpostavljam. Žele dalje da idu, ali meni lično ne smetaju. Stábunk több Szabadka környéki településen is járt, bevándorlókkal nem találkoztunk. Ebben közrejátszhat az is, hogy a délszerbiai Preševóban újra megnyílt a befogadó központ, és már szállítottak oda bevándorlókat.